Köszöntjük kedves nézőinket! Önök a Maradj Otthon és Nézz szét a szomszédoknál című projekt 360 fokos virtuális technikával készült kisfilmjét látják, mely az Interreg 5, a Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretén belül valósult meg. A film nézése közben az egér vagy a mobiltelefon mozgatásával körbenézhetnek az adott helyszínen. Amennyiben rendelkeznek VR szemüveggel, még élvezetesebbé teheti a kisfilm megtekintését. Az első írásos emlékek 1274-ből származnak Cheese-ről, akkor még His néven említették, és a hamvai nemzetség népesítette be. Egy, az 1274-es évből származó dokumentumban egy bírósági üggyel kapcsolatban említik Cheese-t, amelyben a hamvaiak igényt tartanak erre a helyre, mint őseik hagyatékára. Ben a falu Csízi János tulajdona volt. Ekkor 24 portát találhatunk itt. A török vész ezt a falut sem kímélte, és 1565-ben lerombolták. Majd később, 1682-ben ismét elpusztították. A 19. században megváltozott Cheese jellege. Ez nagy mértékben köszönhető egy helyi lakosnak, Harnóc Andrásnak, aki kútásáskor sós vízre bukkant. Mivel a víz sok sót tartalmazott, a helyiek főzésre használtak, és az állatokat is ezzel itattak. A kémiai analízis kimutatta, hogy a vízben a són kívül még számos hasznos elem található, és gyógyító hatása van. Már 1889-ben elkezdték a gyógyítást, és további kutakat fúrtak. Hamarosan Cheese-ben közel 4000 paciens vett részt gyógykezelésen, és a számuk folyamatosan nőtt. A víznek három forrása ismeretes. Themis, Hygiea és a Neptun. Ma már csak a Hygiea forrás szolgál ivókúrára. A Cheese-i fürdőt az első világháború előtt a betegségek sikeres kezelése tette közkedvelté és ismerté. A falu a fürdőnek köszönhetően rohamosan fejlődött. Ezt a fejlődést csak a II. Világháború állította meg. 1947-ben újabb családok települtek a faluba Újklenócról, és leszármazottaik máig is itt élnek. Thank you.
falut ma is sok fürdővendég látogatja, bízva a csízi sósvíz gyógyító hatásában. Jelenleg mozgásszervi, érrendszeri, reumatikus és ízületi betegségeket kezelnek, a hipoterápiát is kihasználva. Thank you.
avasi kilátó. Az első kilátó gondolatát az 1894-ben alakult Borsodi Bükk egylet fogalmazta meg 1901-ben. Az összeg előteremtésére a népkertben nagy táncmulatságot is szerveztek. A ma álló Miskolc jelképévé váló torony 1963-ban készült. Tervezője Hófer Miklós és Vörös György. A torony betonból készült, 72 méter magas, TV-erősítő, URH közvetítő állomás feladatát is ellátja. Méter magasságban egy 257 négyzetméter nagyságú nyitott kilátó terasz, 15 méter magasságban egy 200 személy befogadására alkalmas vendéglátótér található benne. Különlegessége a toronynak, hogy erős szélben 60 méter felüli része 45 cm-t leng ki. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalával tervezték összekötni a kilátó felépítését, és ennek megünneplésére tervezték átadását. Azonban a hamvak hazaszállításának pontos idejéről csak későn értesültek, így 1906-ban 2-3 hét alatt épült fel az úgynevezett horvát tetőn az ideiglenes fatorony, ami a Rákóczi torony nevet kapta. A nagy esemény kapcsán több száz mécsessel világították ki, majd néhány hónap múltán lebontották.
Az első állandó torony 1934-ben épült meg, és szintén az elődjéhez hasonlóan Rákóczi torony néven emlegették a miskolciak. Tervezője Szeghalmi Bálint városi főmérnök volt, aki a tetenvári deszkatemplomot is tervezte. Ennek a toronynak a váza vasbeton volt, tornya a deszkatemplomhoz hasonlóan fazsindelyes. A torony már 1943-ban egy tűzeset kapcsán jelentősen károsodott, majd 1956. decemberében a városba bevonuló szovjet csapatok kilőtték. Bár sok szempontból valóban Miskolc jelképévé vált, igazán nem tudta, nem tudja betölteni azt az idegenforgalmi szerepet, amit a miskolciak elvártak tőle. A presszó rész többnyire zárva van, közösségi rendezvények nem tudnak meggyökeresedni ezen a helyen. ...1994-ben galéria nyitásával próbálkozott a város, de az is csak rövid ideig üzemelt. Miskolc város vezetése lépéseket tett az avasi hagyományok újraélesztésére az 1990-es évektől, hogy a hajdani kirándulóhely és pihenőcentrum jellege az avasi kilátó környékén újból kialakuljon. De mint a mai napig nem történt jelentős változás ez ügyben. Az avasi kilátó ugyan megmaradt a város az avas jelképének, de kihasználtsága, vonzereje még sok kívánnivalót hagy maga után.